A Simple Liga 10. fordulója következik, amelyben a PMFC az Etót fogadja. A pécsiek az előző körben szezonbeli legnagyobb arányú vereségüket szenvedték el, 5-0-ra kaptak ki a Puskástól, és nem ígérkezik könnyebbnek számukra a Győr elleni mérkőzés sem, hiszen az Eto továbbra is hibátlanul vezeti a bajnokságot úgy, hogy a legutóbbi 6 meccsén még csak gólt sem kapott. Így a pécsiek otthonában is esélyesként lép pályára. A Honvéd a DVTK-t fogadja. A kispestiek szoros meccsre késztették az előző körben a listavezető Etót, csak 1-0-ra veszítettek, de most azt a DVTK-t fogadják, amely a szezon legnagyobb meglepetését szolgáltatta azzal, hogy az előző fordulóban le tudta győzni a Ferencvárost. Ezzel ráadásul Zsinórban 3. győzelmét aratta, és nagy önbizalommal utazhat majd a Honvéd otthonába is. A Puskás Akadémia a Soroksárt fogadja. A felcsúti csapat csak úgy, mint az MTK és a Ferencváros 21 pontot gyűjtött eddig a bajnokságban, így egyre kiélezettebbnek ígérkezik a harc a bajnoki döntőt jelentő pozíciók megszerzéséért. Ehhez persze a Puskásnak szüksége lenne a Soroksár elleni győzelemre is. Az előjelek alapján erre minden esélye megvan, hiszen a Sori továbbra is nyeretlenül áll az utolsó előtti helyen. A Ferencváros a Szekszárddal csap össze a 10. fordulóban. A Fradi számára nagy csalódás jelentett a Diósgyőr elleni fiaskó, ráadásul az újabb vereséggel a két üldözője is beérte 5 pontszámban, így a címvédő számára nem lehet más a cél a Szekszárd ellen, mint a győzelem. A tolnai csapat viszont 2 győzelemmel érkezik a Fradi otthonába, ráadásul a Viktória ellen a gólzsák is kiszakadt, így pozitív hangulatban várhatják az összecsapást. A Viktória a Szent Mihályt fogadja. A szombathelyek újabb nagyarányú vereségbe szaladtak bele. A Szekszárd elleni számukra sok szempontból szerencsétlen mérkőzésen nem lesz könnyű túltenni magukat, de mégis meg kell tenniük, ha szeretnének kimászni a gödörből. A Szent Mihály sokkal derűsebb hangulatban várhatja az összecsapást, hiszen az elmúlt 4 meccséből 3-at megnyert, és a tabellán elfoglalt pozíciója is nyugalomra adhat okot a szegedieknek. Az Astra az MTK-t fogadja. Egyre nagyobb bajban vannak a hazaiak, továbbra is pont nélkül állnak a tabella végén. Összehasonlításképpen egy évvel ezelőtt ugyanebben a szakaszban már 11 pontot gyűjtött a csapat. Az Üllőiek mostani ellenfele viszont nagyon jó formában van. A Fradival és a Puskás Akadémiával pontazonos MTK az előző 4 meccsét megnyerte, és most is a 3 pont megszerzésért lép pályára.